Sziasztok srácok, én Exos vagyok, és ebben a videóban azt fogom elmondani, hogy miért is nincs most live a csatornán körülbelül. Hát ja, most van, amely napon egy hónapja, hogy nincsen live a csatornán. Nos hát, pár ember tudja, aki találkozott velem CNT-en, aki írt privát üzenetet, aki felkeresett akármilyen módon. Annak elmondtam, hogy lelettem tiltva 3 hónapra a YouTube-ról. Miközben biztos emlékeztek arra a videómra, amibe... Nem rasszizmusból, meg semmi, de egy cigány család cigizteti a gyereket, biztos emlékeztek rá. Nos, hát ezért a videóért lettem letiltva. Amit magában nem értek meg, mert igazából semmiféle jelzés nélkül lett letiltva ez a videó. Semmiféle jelzés nem jött, egyetlen egy jelzés jött, és akkor már annyit írt a YouTube, hogy ez a videó el lett távolítva, és szóval kárban fogok szenvedni. Magyarul nekem lesz ebből károm, így a legegyszerűbb elmondani. És utána néztem, hogy mi is lehet nekem ebből a bajom. Aztán megnéztem egyből a live-olási lehetőséget. És természetesen pont a live-olási lehetőség van letiltva. Amit egyre jobban nem értem most, hogyha egy videó rossz, akkor például miért pont a live-olási lehetőséget kell letiltani? Ezt egyáltalán nem fogom megérteni. És hogyha én felrakok egy olyan videót, ami mondjuk nem megengedett a YouTube-on, bár mondjuk ez nem tudom miért nem megengedett, mert ez a videó ugyanúgy elérhető körülbelül 100-szor még a YouTube-on, meg ezen kívül még különböző oldalakon is. Igazából ami kurvára felháborító, hogy egyedül nekem lett ez a videó eltávolítva, ugyanúgy megtalálható a YouTube-on, és az, hogy én a live eltiltást kaptam, nem pedig semmi figyelmeztetés, hogy töröljem le, mert letöröltem volna, mert igazából semmi célja nem volt a videónak, csak az, hogy megmutassam, hogy milyen emberek léteznek ebbe a világba, és hol fajul már ez a világ. De szerintem ebből lejött nektek igazából, hogy mi is van, jó párral láttátok. És ja, szóval tényleg nem értem a YouTube-ot, hogy most meg komolyan mi van vele, hogy live-olásról tilt le, semmi figyelmeztetés nélkül elveszi nekem ezt a lehetőséget, amiből igazából áll a csatorna, ugye live-olásból, azt szeretitek, nem a videókat. Nos hát, igazából ez a rövid kis történet ennek, hogy miért nincs live a csatornán, és pár kérdésem lenne, igazából segítséget szeretnék tőletek kérni, hogy milyen videókat látnátok szívesen a csatornán, mert semmiféle ötletem nincs, semmi, tényleg. Egyes egyedül CMT-en gondolkozok, de hát ott se szoktam más kocsikázni, meg néha kereskedni, de tudom, kereskedős videó jó lenne nektek, csak hát én nem úgy kereskedek, hogy egy nap veszek körülbelül 10 kocsit, hanem egy héten veszek egy kocsit, és azt továbbadom egy némi kis profittal. Szóval srácok, nem tudom, komolyan írjátok le nektek erről a véleményeteket, hogy milyen videókat látnátok szívesen a csatornán, és igen. Gondolkoztam MTA PUBG-n, mert az még jó lehet, sima PUBG, felvesszük egy squadot vagy valami, de hát inkább ilyen MTS dologra gondolnék, mert ugye többnyire áttértünk erre, és viszont egy videó lesz, amit fel fogok tölteni, azt nem fogom leszpoilerezni, van aki örülni fog neki, van aki nem, ezt szerintem még a hét folyamán fel fogom rakni, játékot sem mondok, játékról lesz, ez a fontos, és igen, szóval srácok, tényleg megköszönöm nektek a segítségeteket, a YouTube nem mondok csúnyát, de szan meg magát, hogy komolyan ilyenekre vetemedik már, hogy komolyan letilt, vagy valami, hihetetlen. És ja, szóval srácok, köszönöm nektek a figyelmet, és sajnálom, hogy nincs live, de bepótoljuk, higgyétek el, amint feloldja, kezdjük a 24 órással, amit megígértem még a live eltiltás előtt, remélem emlékeztek. Illetve amit még kifelejtettem a videóból, az, hogy írtam fellebbezést, erre az volt a válaszuk, hogy őket nem érdekli. Lehet, hogy ezt be fogom ide vágni, bár nem tudom, hogy ezzel szegek-e valamilyen szabályt, nem tudom, majd utána olvasok. Szóval írtam fellebbezést, hogy ez a videó még megtalálható jó párszor a YouTube-on, akkor legalább egy figyelmeztetést küldjenek, és vegyék le az eltiltást. De azt válaszolták, hogy nem, majd körülnéznek a többi videóért, de hát ennek egy hónapja, és ezek a videók még mindig fenn vannak a YouTube-on. Szóval a fellebbezésem semmit nem ért. Na, sziasztok srácok!